Szép estét, kedves hallgatóim, ismét itt vagyunk a fantasztikus Stráda Rádióban. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Psydrive Drum zenekart, csapatot, inkább így mondanám, kedves hallgatók, hiszen egy új formáció, egy új zenei stílust hoztak nekünk a srácok, és az egy gyönyörű szép lány, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Kérnék szépen egy bemutatkozást bele természetesen először. Sziasztok, Szilvi vagyok. Szilvike, zenekar vezető, csapatfőnök. Nem zenekar, hello, Szegál. Ádám Tomi, sziasztok. Dob. Így van. Sziasztok, Batki Tibor. Mivel működsz, Tibikém? Hogy mivel működöm? Hát... Keverő. Igen, szigorúan keverő. Így van, Szilvikével együtt, így van? Így van. De nyugodtan beszélj vele, Szilvikém, ott hol vagy? Itt ott hol vagytok? Természetesen megragadom az alkalmat, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a RUT 66 Kulturális Művészeti és Sport Egyesület minden tagját. Kiemelném, inkább így mondanám, hogy a műsorunk támogatója egy nagyszerű szervezet, egy nagyszerű csapat, egy motoros klub. Ez a Chevzon Island motoros klub, hooligans, így mondanám, és a... Nem motoros klub, mert abból keveredés lehet. Nem, akkor le, a Chevzon Island... Motoros baráti társaság. Baráti társaság, bocsánat, nagyon szépen. És elnézést kérek innen tényleg a rádióból tőletek, kedves hallgatók, hiszen meg kell említenünk Bundás Andrist, aki az alelnöke ennek a hooligans nevű csapatnak. Ugye, alelnök, így van, segít engem itt a Szegál kollégám, barátom, testvérem, öcsém, mindenem. Ugye őt tudni kell, hogy ő is egy alelnök, a RUT Kultúrás Művészeti Sport Egyesületnek a elnöke. Azt mondjam, még mindig én az elnöke, ne fokozzál, kérlek, nem az alelnök. Alelnök, most alelnök vagy. Jó van, természetesen az elnök, csak viccelődtünk egy picit, természetesen Bundás, köszönjük szépen a rengeteg segítséget. Szabos Anyi egyébként a prezie. Jó. Az MBC-nek. Nagyon szépen köszönöm, hogy kisegítettél, hiszen te benne vagy ebbe a csapatban. Én a Bundást emelném ki, hiszen ő nagyon-nagyon sokat segít az egyesületeknek. Természetesen a többi... A klubnak is, így van, a többiek is. A klubnak is, hiszen nagyszerű szakács. Nagyon imád főzni, nagyon nagy kajákat csinál. Ő ott inkább szponzorál, a Sanyi az, aki... Szponzorál, igen, de ő is ott van, tehát a Bund is ott van. Is. És ez tényleg benne van, ez a jó ember, a Bundás. Benne van a mindenféle rendezvényben, segít, támogat mindenkit. Tehát tényleg csak megköszönni, hálálkodni tudunk neki, és tényleg Isten tartsa meg a szokásodat, jó erőt, egészséget kívánunk, és hogy mondják, balesetmentes közlekedést a motorra, mert tudom, hogy nagyon szeret motorozni. Úgyhogy tényleg köszönjük szépen, Bundi, hogy velünk vagy, köszönjük, hogy mellettünk vagy, és természetesen el is fogadjuk mindig is a segítségedet, hiszen jó szívet csinálod. Visszatérünk a RUT Kultúrás Művészeti Sport Egyesületre még egy rövid kis beszélgetésben. El kellene mondani azért, ősikém, légy szíves a programokat, hogy mik várhatók gyakorlatilag a klub esteken. Milyen zenekarok lesznek? Most csak mikor? A februárit hosszuk el. A februárit természetesen ajánljuk az oldalt, a Facebook oldalt. Ez az egyesületek ugye a klubháza, a székháza. Így van, természetesen. Ez itt lehet az együtteseket. Így van. Ez 8-án lesz egy farsangunk a Nem Chuck Berryvel és a Nyugtalannal. Ugye vagy nyugati témájú. Akkor 14-én lesz egy szerelmes rock fanatikus klubest a Valentin napra. Utána 15-én a Whiskyról, és a mindjárt csak... Te írtad, nem én? Nem, az azt nem írta. Brigikém ezúton is puszilunk. Moonshine Melodies. Utána 21-én lesz a következő a Psydrum formációval. Igen. Akik arról majd most még beszéltek a szívékkel. Persze, természetesen. Igen. 22-én a Card Devil Headband, 23-án egy ilyen retroparti karaoke valami, már harmadik lesz, ugye a Lecsóval, a Pedinek a gitárosával, és a Hoffman Csabival szoktuk csinálni. Így van.
és 29-én pedig a Conor az ellenméreggel. Ez az igen, két, komoly lesz az is. Két csapat, akik ugyanmilyenik, ugyanik. Köszönöm. A klubhoz tartozó csapat. Így van, köszönöm szépen, hogy elmondtad. Ajánljuk, ajánljuk a Facebook oldal természetesen Route 66 baráti klubnak az oldalát. Szegát mindenki ismeri, és az kell dicsekedjük, hogy te is mész ki Írországba a Rock Fanatical és a Blackjack-kel, úgyhogy te is képviselni fogod majd a klubunkat. Nyilván. Ott kint Írországban, most is hallgatnak bennünket Írországban, és köszönjük nekik. Én ott nyerem meg majd a Balaton átúszóversenyt. Jó, te belemész a vízbe, ismerlek. Csak tehát akkor ugye beszéltünk itt a bundásról, természetesen minden klubtagot, aki segít az egyesületi tagokat, akik tényleg Attiláiktól kezdve ugye az új alelnök. Igen, és az idéntől jogosult az egyesületünk is. Az adó. Az adó 1%-át. Igen, hogyha... igen. Tehát aki tud segítsen, hiszen azért minden rockzenekarnak helyet adunk, azon kívül nem csak rockzenekaroknak, hanem mindenféle más a rendezvényeknek, akár gyereknapról van szó, jótékonysági fesztiválokról, tehát bármiről, mi ez a klub mindig ott van és segít. Tehát azért érdemes segíteni, kedves hallgatók, aki tud, csak egy nagyon picivel is az adója 1%-ával is hozzá tud járulni. És ezt nagyon szépen köszönjük. Tehát én külön megköszönöm azért azt a rengeteg segítséget az én kedves kollégáimnak, barátaimnak, akikkel az egyesületben együtt vagyok, hogy azért sok munkát levesznek a nyakamból, mert vannak nekem egy kis problémák, most én nem nagyon tudok elmenni segíteni, viszont ők nagyon sokat dolgoznak, és ezúton is nagyon szépen köszönöm nekik, hogy mi is köszönjük mindenkinek a segítséget irányomba, hiszen tényleg nem tudok ott lenni. De mert ezt nem mondtad el, hogy ugye te is. Az egyesület tagja meg természetesen, ezért köszönöm meg az én kollégáimnak, csapattársaimnak, akikkel az egyesületben ők a Kulturális Művészeti Sport Egyesületben, hogy nem tudok részt venni ott sokszor, mert ugye egyéb gondok, problémák vannak nekem is, azéket kell, hogy megoldjam, de szerencsére olyan csapattagokkal vagyok körbevé, akik boldogan csinálják és átvállalják helyettem is. És tényleg csak szeretni való kis csapat, és aki affinitást érez, hogy ebbe a csapatba szeretne bekerülni, azt azért hát befér a csapatba, de azért megnézzük, hogy ki az. Tehát lehet jelentkezni, azért zenészek általában... Igen, toborzót nem tartunk. Nem tartunk toborzót, hanem aki esetleg olyan, hogy arra érdemes, tehát a zenei életben is tevékenykedik, segítőkért, azt nagyon szívesen fogadjuk, aki valamivel hozzá is tud járulni a mi munkánkhoz, tehát az egyesület fejlődéséhez. És hát nem ragoznánk tovább, kedves hallgatók, ez csak egy kis információt irányotokba, hogy aki szeretne, azért megnézzük, de természetesen biztos, hogy felvételt nyert. Nos, akkor a Sidedam csapatával foglalkozunk tovább. Nagyon szépen köszönöm, hogy megengedtétek, hogy elmondjam még ezt a kis információt is. Hogy alakult, honnan jött ez az ötlet, kitűjött ez az ötlet, hogy ezt az új stílust, hiszen mindenki külön, tehát egy rockdobosról van szó, kedves hallgatóim, azért ugye én szerintem nincs olyan ember, aki nem ismerné a csodálatos dobosta, aki egy nagyon szuper csapatban volt, akik itt voltak természetesen. Nálunk a utolsó dobos volt ebben a zenekarban, hiszen ugye most már Pákó vett át a te szerepedet, a Rock Fanatiknak a dobosáról van szó, kedves hallgatók, Ádám Tamásról. Hogy jött neked ez az ötlet, vagy kinek jött ez az ötlet, hogy megcsináljátok ezt a formációt? Hát pontosan az úgy volt, hogy a Szegál a... Gondoltam. Én egy koncertről mentem haza, elottakok a Route mellett két házzal, és átmentem még a Szegálhoz egy sörre. Aztán akkor olyan jól éreztük magunkat, hogy így be lett rakva ilyen diszkó zene, mi volt pontosan a... pedig akartam hirtelen mondani, mindegy, majd eszembe jut. És akkor... Ilyen tekvós. Ja. És akkor ott volt egy közös barátunk, és mondta nekem, hogy tanítsa már meg dobolni. Ez egy hajnal 2-kor. Aztán
hát nem igazából mennek, én meg ott elkezdtem így erre a zenére így dobolgatni, és akkor a Szegál meg felfigyelte, hogy ez milyen tök jó, meg fel is vett a telefonon, csinált egy hangmintát, és akkor igazából utána beszélgettük róla, hogy ez milyen jó lenne, hogyha én, neki van egy ismerőse a Szilvi, és akkor vele kéne beszélni, és valamit hozzunk össze ebből az egészből, hogy az elektronikus zenét a rock dobbal. Aztán igazából összeültünk, beszélgettünk, küldtek át zenéket, hogy miket csinálnak ők, és akkor arra született ez az egész meg. Most már tavaly júniusban volt az első ilyen bemutatkozó parti a Rútban. Azóta volt mennyi? 6? 8? 8, bocsánat. Szilvike, nyugodtan szóljál bele. Sose csapom le a fiúkat. Nem csapod le őket. Csinálják csak a fiúk. Hát most már elég jó, amúgy különben tovább fejlődtünk, mert most már a Tibi szerzett, vagy vettek fénycuccokat, meg füzsgét, tehát látványra is. Most már elektromos dobot használunk, hogy a hangzásban még jobban az elektronikus zene irányába menjünk. De szerintem tök jó lesz. Még gyúrni kell egy kicsit, de szerintem már tök jó. Hát, hogyha nem lenne egyértelmű, akkor ugye mi DJ-k vagyunk, mi mixelünk. Így van, ezt akartam kihozni belőle. Hogy mi mixelünk különböző előadóknak a zenéit, és a Tomó erre, Ádám Tomi, erre ugye aláfestésnek dobol. De nagyon jó, nekem nagyon öntetett, kedves hallgatók. Hát én nagyon tudom ajánlani, hogy már mondjuk el az első, tehát a következő fellépés, hogy mikor lesz pontosan, öcsi, mondja nyugodtan. Február 21-én a Rútba szintén. Február 21-én mindenkit nagyon nagy szeretettel várnak, hiszen én megnéztem, hiába rokkos, de nekem is nagyon tetszett, teljesen lenyűgözött. Tehát az a lendület, az a dinamika, ami ott volt, és annyira jó meg volt csinálva a zene a dobbal, annyira jó meg lett csinálva. Tehát... Az ötlet alatt is az volt, hogy hogy mindig szidják egymás stílusát, főleg ugye a... Úgymond rockerek szokták szólni, hogy a DJ-k azok nem, meg hogy azok csak gépzenét játszanak, mert nem tudják nehéz lemezt kikeverni, és ezt is igen komoly fül kell, és hogy a két réteget, mert nem áll annyira messze egymástól, összehozni. És bizony mind a két rétegben mind a kettőnek tetszik. Igen, igen, tehát én is mondom, mint rocker, ott álltam és teljesen le voltam nyugodva. Hát annyira nem tudtam, most Szilvit nézem, a Tibit nézem, vagy tényleg a Tomikát. Annyira jó volt az összhangzás is, a fény nagyon-nagyon jó volt. Tehát jól meg voltak csinálva, minden annyira össze volt rakva. Épp mondtam az öcsinek, hogy már látlak benneteket a Sziget Fesztiválon, de komolyan, annyira jó. Tehát annyira jó volt, hogy több ezer embert megbírtak ebben a zenében mozgatni. Tehát minden jól. Az a terv. Igen. Nagyon ez eszembe jutott, hogy mi volt az a szám, a Safri Duo-tra. Tényleg halál, komolyan mondom, hogy annyira jó volt, annyira jól éreztem, hogy még cigizni sem mentem ki, pedig nagyon ritka az, hogy én a Rivulutból nem meg ki cigizni, de komolyan. Az ritka, hogy te ilyen bulira elvés, hát, igen, igen, tehát nekem nagyon-nagyon tetszett, és tényleg azt tudom mondani, hogy ezt szerintem nagyon kitaláltátok, és ez egy új hullám lett. De, tehát ti vagytok ugye az elsők itt Magyarországon, én nem is nagyon hiszem, hogy van más csapat, aki ebben foglalkozna. Hát mi sem hallottam még így ilyen. Nem hallottam róla, tehát próbáltam utána nézni, de nem. Hát azért a zongor, a hegedű, az ugye az elektronik zenében az alap, hogy azt bepróbálják van, és bedobják. Van. Egy dobot még én sem láttam sehol, senkinél. Főleg, igen. Tehát, Tomi meg kihallatszik a rockdob. Értitek? Tehát, már az meg a másik, ugye hát ott. Tehát ő belőle azok a dinamikák kijönnek, a dob dinamika. És ugye ez a zenei stílus, a goa, a pszichedelikus transz, ez alapból egy nagyon sűrű zene, egy lendületes, dinamikus zene, és azért ebben, hogy az Ádám Tomi így meghallja a történéseket, és csinálja rá, ez igen, fantasztikus. Nem az az elvont zene. Nem egy egyszerű zene, ez nem. Tehát egy techno. Így persze. Van, pontosan, igen, az alapja beszélj belőle, csikén. Az alapja a dob és a basszus. Így van. Amit arra rádobolni, az a kelt üdő. Főleg, igen. Hogy a goa zene az így alapjaiban egy ugye négynegyedes zene, és azért ott egy mondjuk egy alap négynegyedes lábdob például, ami végig hullámzik a zene alatt, és akkor még Tomi itt arra. Hát és fantasztikus, amit erre a dob témát te írtad meg, Tomika? Persze. Ez nagyon hát figyelj, megírt. Őszintén nem írtam
egy dob témát csere, ez így... Begyakoroltad inkább. Ez így jön belőle. Hallgattam, jön, és akkor így jön igazából. Értem. Tehát, tehetség. Tehát ez nem tudok, nem, soha nem volt ugyanaz. Öcsinek azért hagyjuk át, azon kívül, hogy... ugye jó táncolok rá, igen. Hát te nem tudsz táncolni, farádom vagy. Mondta Brigike, nem tudsz táncolni. Na, tehát azért hova tervezitek azért a csapatot? Tehát azért szeretnétek motoros fesztivált, tehát azért ezt egy kicsit hangsúlyozzuk ki, hogy mégis hova szállnátok a szájtát. Ibizára szeretnénk kijutni. Jó, hát oda nyaralni kell menni, nem zenélni. Elsősorban, ahol elfogadják, de inkább az elektronikus zenei listákon lehet ennek esélye jobban. Értem. Mondjuk a rockerek is, akik szeretik, de ugye az egy elég... A motoros közösség az meg egy zárt közösség, az nem hiszem, hogy beférne, de ha van, nagyon szívesen. Értem, tehát a felkéréseket vállaljátok természetesen. Kit lehet megkeresni? Gondolom te, mint menedzser, zenévezető. Tehát hol jelentkezhetnek? Te nálad vagy van külön oldalon? Telefonszám az oldalon, így van. Hát azért mondjuk el, jó? Hát a rút oldalán, meg az én telefonszámomon jó. Bármikor meg lehet keresni. Értjük. Ajánljuk azért a Szájdemnek is az oldalát, mert van oldala. Ez zárt oldala van. Zárt? Igen, egyelőre zárt oldala van. Na most van egy oldala, a Dinoxil, ami a Dinoxil, mi csapatunknak az oldala. Ott minden megvan a Psydramról, csak egyelőre még nem csináltunk külön oldalt a Psydramnak, de ennek is eljön az ideje, mert most már azon az egy oldalon túl sok minden történik. Igen, én már láttam, meg is osztottam azt az oldalt, tehát azért volt több ezer ember, azért látta már. Nem látták, mivel, hogy zárt. Nem. A másik oldalról beszélek. A Dinoxil, igen. Érted, tehát ami egybe van. Az egyelőre még féltjük, ez a mi gyerekünk. Értem, értem. Jó, valahogy le kell védetni. Teljesen jó. Stílus nem lehet levédetni, ez a baj, de valahogy azért milyen ki. Figyelj, így biztos, hogy nem fogják tudni megcsinálni, mint ahogy ti. Tehát ez egy nagyon egyedi dolog. Hát én mondom, teljesen ledöbbentem, én is mondom, Jézusom, ez nagyon jó. Meg az is szép dolog, hogy ugye az élő zenészek így befogadnak minket. Erről van szó. Mert köztünk egyébként van azért feszültség. És ugye mi nem tudjuk hogy zenéltek, játszotok a hangszereken, ti nem tudjátok, hogy mi mit csinálunk, és ugye hát ahogy változik a világ, és egyre könnyebb DJ-nek lenni, mi füllel játszunk még mindig, nem így géppel. Van. És ugye ez a feszültség is tök jó, hogy itt a Szegánál ez semmi. Tehát, hogy tökéletesen el vagyunk. Meg tudjátok csinálni. Azért figyeltem a TV-vel, nagyon jó összhangban voltatok. Tehát játszottátok folyamatosan a négy kezest. Így van. Igen. Tehát így keresztbe kasba ott a négy kéz, és minden csavartatok, tekertetek, és minden nagyon jó szólt, tisztán. Nagyon szép. Nekem nagyon tetszett, hát csak gratulálni tudok oda. Én azért is örültem neki, hogy végre bejön ide a rádióba. Rocker vonzattal megáldott kórcsapat. Mert végül is az. Igen. Most én nem ítélem el, mert az is zenei stílus, tehát azt is szeretik emberek, a technózenét, a diszkózenét, tehát mindenkinek megvan, amit szeret. Én minden zene evő vagyok, hozzáteszem, de a jó zenét főleg, és ez nekem nagyon-nagyon bejött. Tehát én azt mondom, kedves hallgatók, hogy érdemes lesz rákattani erre a csapatra, tehát azért Szájdrám, jegyezzük meg, a kiejtés így működik, betűvel, azért mondjuk el a kedves hallgatóknak, aki esetleg... PSY, és a drum pedig azt talán drum, mindenkinek megvan, hogy drum, igen. Így van. Tehát azért érdemes azért rákattani, kedves hallgatók. Én szerintem nagyon-nagyon nagy rajongó táboratok lett, hiszen már láttam, hogy azért a rútot majdnem megtöltettétek, és ez egy csak kis bemutató, talán mennyi volt, egy fél óra? Nem több volt egy fél órán, de... Fél órás etapok. Így van, de hát egy olyan 40-50 ember ott volt, akkor pikpak, és teljesen ugye más jellegűnek indult az este. Tehát ez csak egyik... Ezt a ritmust azért nem könnyű dobbal tartani. Így ezért van. Csak egy fél órás etapok lehet, mert... Hatalmas munka, így van. Úgyhogy tényleg csak gratulálni tudok nektek, hogy egy ilyen újításba belemertetek fogni. Bármelyik stílusnak a javára is válik.
Már megérte. Javára. De ez javára válik. Mert már ugye... megérte, ha a rockerek meg a javára, ha a abszájnak, ha meg mind a kettő, ami a cél, akkor ez a lényeg. Így van, és ezt nagyon is jó mondtad, hogy ez a cél. Azért akartam rákötni az előző, de amikor mondtad, hogy ítélkezni semmiről, de még véleményt sem mondok olyanról, amit nem ismerek. Így van. Én mind a két stílust ismerem, és tudom jól, hogy mind a kettő. A Szirke is egyébként rocker, ha hiszitek, ha nem. Na, de ennek mi örülünk nagyon. És mondom, én amikor úgy beszéltem az öcsivel, Tomika, és mondta, hogy tehát ez a stílus, ez a goa rock. És tényleg, ha nem te ülsz bent, így eltakarnak téged, akkor is kihaladszik belőle, hogy az rockdobos, tehát a rock ritmusok, a taktusok, minden, tehát azok a bepörgetések is, minden, tehát ez nem lagzi, érted, hogy itt tudom én, egyet ütök és kész, hát ott vannak pörgetések, minden olyan jól nyomtad, mint egy rockbuli lett volna. És az a zene meg nagyon jó be volt keverve, tehát az annyira meg volt csinálva, hogy átugrottatok a sávokba ott, és tényleg tehát meg a dobba követted, nagyon tetszett, nagyon-nagyon ott volt. Úgyhogy kedves hallgatók, érdemes erre a kis csapatra odafigyelni, hallgassunk bele a zenébe, megkérem a kedves hangmérnök kollégát, hogy mutassuk be, és utána visszatérünk. Hasszoljunk! Persze természetesen folyamatosan megy ez a zene, kedves hallgatók, lehet hallgatni, de közben beszélgetünk is, még ismertetjük mindenféleképp a zenekart, hogy a távlati célokról kérdezzük őket, hogy mégis mik azok a lehetőség, amit ebben a műfajban el lehet érni, mivel lehet még jobbá tenni ezt a zenei stílust, amit így, most egy alapot ugye megcsináltatok magatoknak, és mennyire szeretnétek ezt fokozni, hogy elvinni esetleg más irányba egy picit, vagy hogy gondoljátok ezt? Hát az irány az talán maradna, csak azt, hogy minél több helyre eljuttassuk ezt, és akkor onnantól lehet még kitalálni, hogy miket lehet még ezt hozzáadni, de igazából az alapja az ez maradna. Értem, értem. Hát mindenképpen szeretnénk csinálni egy ilyen rövid ilyen videó anyagot, ami folyamatban meg vannak felvételek, csak ugye össze kell vágni, tehát az nem igazából könnyű munka. Meg tehát a videó felvételre szeretnénk egy olyan hanganyagot készíteni, amivel lehet promózni az egész projektet. Igazából az a legjobb, hogyha ugye Magyarországon belül is, hogyha tudnánk máshol menni hasonló rendezvényekre, vagy nem hasonló rendezvényekre, ahol ezt így igénylik. Igen. Azért szerintem elég sok zenei irányzata már az országban is, fesztiválokon, tehát elektronikus zenekre rengeteg belefér. Igen, és hát nyilván, hogy tehát külföld. Mindenféleképpen, igen. Én is úgy látom, hogy valahogy jobb, befogadóbb lesz külföld nektek, mint Magyarország. Hát hiszen először itt kell megpróbálni. Itt kell természetesen megpróbálni. Meg lesz szerintem az nektek Magyarország hamar, mert
mindig mikor valami új, akkor az nagyon kell. Mindenkinek nagyon akarják. Azt utána leválik az, akinek esetleg mégsem úgy jön be, de az újakat hirtelen felkapják. És szerintem, hogyha nektek időben sikerül, már pedig nem miért ne sikerül, hiszen ti vagytok az elsők, akik elkezdtétek ezt, akkor elképzelhető, hogy komoly rajongótábora lesz a szájtámnak. Hát számítunk rá, igen. Csak azért ugye mindannyiunknak van még saját munkahelye, több hát, projektje, igen. Tehát hogy ez azért lassabb, ugye, mert több elfoglaltság van, de mindenképpen igyekszünk. Tehát ugye egyelőre a Szegál ad ennek helyet, és ezt nagyon köszönjük neki, hát és állásak vagyunk. Hát igen, és azért rajta kell neki lenni, azért elég komolyan promotálni ugye a csapatot, azért ugye be kell ajánlani. Ígérte az öcs, hogy lesz promóciós anyag rövidesen, és akkor ugye tudja küldözgetni ide-oda. Azért ő benne van a zeneiparban elég rendesen, tehát tudja, hogy hova kell nyúlni itt, hogy kell intézgetni a dolgot, megvannak a kapcsolatok. Persze nehéz, nagyon nehéz egy teljesen újat ugye eladni magyarul. Hál' Istennek nem nehéz, mert nagyon jó. Csak egyszer kell meghallgatni, vagy megnézni inkább, mert ez igen, egy az egybe, egy látványba, hangzásba, mindenbe. Tehát egy nagyon jó anyagot kell, és én ezért örülök neki, hogy eljöttetek ide hozzánk, hogy tényleg be tudjuk mutatni a csapatot, hiszen ez nálunk is egy nagyszerű dolog, hogy egy újat bemutatna a rádióban. Ha lesz Stráda TV elsőnek, hozzátok menni. Jó, a TV nem lesz, nem. Nagyon szép gyerek vagyok, és én nem szeretném mutatkozni TV-ben, de ellopnak. Bácsági, tudod? Na, visszatérve tényleg a komoly dolgokra, tehát azért egy komoly promóciós anyag kell, ami nagyon ütős, nagyon jó, és azt tologatni ki. Én hiszem, és sejtem is, hogy ez, ott lettek a spiccen. És még vannak ötleteink, így most már négyünknek együtt. Nem lehet. Még fejlesztésbe. Titkot esetleg, hogy a célod a csapattal. Egyelőre még ezt sem tudjuk levédetni sajnos. Ezt le kell védetni? Hát nem lehet. Nem lehet. De ezt nem tudják megfogni, mert még egy ilyen dobost nem könnyű találni, még egy ilyen DJ-t, mint a Sirke nem könnyű találni, meg ugyanúgy, mint a Tibi. Úgy, ahogy vagyunk, úgy vagyunk együtt. Nagyok, reméljük. Lekuppintani le lehet, de az már akkor is csak máshol. Így van, az már máshol, természetesen. Na, hadd kérdezem már meg szíveket tőled, hogy mikor kezdtél el a DJ-zéssel foglalkozni? Húha, 2004-ben voltam már rezidens, olyan 2003 környékén. Na igen. Ez komoly, kedves hallgatók, egy gyönyörű szép lány, majd a Facebook oldalon meg lehet tekinteni. Én láttam, hogy dolgozik, tehát ezt méletlen vagy ott a pulbát. A Tibét elbújhat melletted, mert annyira nyüzsögtél ott mindent. Tehát benyúkáltál Tibi elé, és elcsavargattad elől a dolgot, elhúzgáltad. Nála is vannak gombok, nem én azért. Én csak a háttértáncos leszek. Tehát. Igen, mert láttam a cselt, Tibikém, hogy férje vagy, és úgy láttam, amikor olyat csinált, hogy így meglökött egy kicsit, hogy állj már arrébb, jelzett, hogy útba vagy, hogy ezt szeretnéd így csavargatni. Nekünk is nehéz úgy kommunikálni. A szíved, lelked látszik, hogy azt te imádod csinálni. Hát igen. Tehát, hogyha ebbe az országba csak ebből meg lehetne élni, akkor csak ezt csinálnánk, egyértelműen. De hát ugye azért dolgozunk, hogy közben ezt is csinálhassuk konkrétan. Ez a szenvedélye. Látszik, hogy őrület, ahogy benne vagy, hogy táncolsz minden közben. Hát igen, ott vége a világnak, teljesen megváltozik minden. A Tibi ilyen volt, mikor még mielőtt ugye csak simán jártatok, nem volt hát a Tibivel minket a zene hozott össze egyébként, aha. És ő mondta, hogy ő szeretne ezzel foglalkozni, és Whitefül, ős tehetség. Igen. Tehát, hogy letettem őt a pult elé, ami nem egy egyszerű dolog, és 2 óra kőkemény izzadás után ő összerakta úgy a zenét, ahogy azt kell. Tehát benne ez megvolt. Szerintem sok buliára mentél, nem Tibi? Nem csak őt figyelted, hanem a munkáját is. Igazából valóban, ahogy a Szilvi is mondja, hogy a zene az, ami minket összehozott, tehát ő keresett 15 éve egy számot, és én pont azt a számot hallgattam az ő jelenlétében, és úgy jött oda, hogy úristen, én ezt 10 akárhány éve keresem, és hogy ki vagy te, hogy csak így beteszed ezt a zenét, és tehát, hogy így nekünk ez így alakult. Értelek. Így kellett lennie? Így van. A sors, így van, a sors fintőre. Á, nem tudom, mikor most tőled kérdezek.
Milyen volt ez neked a rockzene után? Ez a, egy kis váltás, hiszen te azért tudni kell, kedves hallgatók, hogy Tomi azért nem hagyta fel a rockzenét, hiszen a Twisternek a dobosa. Hát azért milyen volt ebbe átállni ebbe a műfajba? Hát figyelj, tehát én gyerekkorom óta zenélek, én igazából fúvózenekarba kezdtem el zenélni. Egy 50 tagú fúvózenekarra bicsként, ilyen ütősként. Tehát én igazából ott mindenféle, tehát komoly zenétől a klasszikus zenén keresztül elég sok zenei irányzatot ott megismertem. Nyilván utána lett igazából a rockzene, de többfajta zenei stílusokat is én hallgattam. A szülők által, mert barátok által, éppen ami volt. Tehát én nem vagyok egy ilyen kimondott, hogy csak rockzenét hallgatok. Én, ami nekem tetszik, és dallamos, és megfogalni, ezt meghallgatom. Én így voltam ezzel az anyaggal is, amit a legelőször így a Szilvék ugye átküldtek nekem, hogy erre kéne akkor csinálni valamit, hogy csináljunk valamit. És engem nagyon megfogott, mert ilyen elég jó kis dallamos zene volt. Tehát én... Meg kihívás volt szerintem. Hát meg kihívás. Ami neked nagyon szükséged van. Igen, tehát kihívásnak kihívás volt nyilván, hogy erre most mit lehet kihozni. Azonnal jött vérből. Igen. Hát igazából sokat nem kellett rajta gondolkodni, mert tehát tényleg most minden nagy képviség nélkül csak tényleg úgy jött az, az egész. Megnéztük össze, próbáltuk, és akkor ez így. Utána, ahogy neked megvolt ez a próbálkozás, én lementem a klubbölcsével, beszélgettünk, és azt mondta, Jöcsi, lesz, Bracs, ez lesz egy meglepetés. Hát május elsőjén beszélgettünk, tavaly és, erről és, még, és ja? Mondom, mondjad már, hogy mi, mert már kezdett érdekel azt, hogy meglátottam, hogy mit művel elájulsz. És akkor mesélt nekem erről, azt mondta, hogy ha ezt meghallod, lemész hitba, mint az öreg indián. Hát lementem a múlt hét végén, lementem hitba, szó szerint. Nekem nagyon-nagyon tetszett. Köszönjük. És Tomika, most annak ellenére, hogy, hogy rock vagy bármilyen műfaj, de te ott is megálltad a helyedet. Én ahogy láttam, azért azt a fél órát végig dobolni, tehát azért nem semmi. És azért elektronikus zenére, tehát amiben tökéletesen pontos a takt, ugye nem egy élő zene, ahol lehet valamilyen mozgás csúsza, egy tökéletesen pontos zenére ő így dobolt, tehát hogy... Erre nincs más. Meg, hogy profi. Igen. Ennyi. Legyek, hogy zene legyen. Teljesen mindegy igazán. És én is jól nézek ki. És tényleg. Beszélj a mikrofonba, hogy igen, nyugodtan, mondjad. Jó, te mint menedzsment azért természetesen. Szülőapánk. Így van, egyértelmű, hogy, hogy szívén hordja ezt a kis csapatot, hiszen azért tényleg egy nagyon nagy dolog egy újat behozni ebbe az országba, egy új stílust. Mert ezt mondhatjuk új stílusnak, hiszen ez az. Tehát egyértelmű, hogy ti vagytok itt az úttörők, innen már csak koppintani lehet tőletek, és ez a nagy dolog, hogy mikor elkezditek, hogyha az jó fő van vezetve, a média megkezd foglalkozni veletek. Hát én szerintem nagyon komoly kis... nem eladó a médiának a banda, csak úgy mondom. Őket azért kell szeretni elfogadni és meghívni, mert jók, nem azért, mert a média tolja. Nem, nem olyan értelemben mondom, tehát, hogy félfigyel a média rá. Én tudom, hogy te mire, hogy gondolod, csak hogy a többiek se értsék félre. Értelek. No, nagyon reméljük, hogy rá fog kattanni a média is, és igen, fogják mondani, hogy igen, ez a csapat, ez a szájdám, ez nagyon-nagyon komoly kis banda, és egyre többet foglalkoznak veletek, benn vagyok a köztudatban, és sok meghívás van külföld. Én is úgy látom, mint ahogy már ugye pedzigeltük ezt a témát, hogy lehet, hogy külföldön nagyobb felvételről lesznek a dolognak, de azért itthol kell először ugye betörni az üvegeket. Úgy legyen. És én nagyon ugye, nem tudok azt szokták mondani, hogy az ember szemmel hallgatja a koncertet. Tehát ugye most azért belegondolunk azért, tehát a rockzenekarok is meg, tehát bármi, mert popzenekarok, mindenki iszonyat a nagy zenekarokról beszélek, akinek van miből. Iszonyatosan rámentek a látványra, a fénytechnika, a pirotechnika, egyebek, a látványelemekre. Most ez is olyan, ez a, amit mi csinálunk, hogy igazából azt látni kell, mert most, hogy hallgatod, tehát jó, szól valami, aztán tehát nem látod úgy, tehát szerintem sokkal jobban élvezi az ember, hogyha megnézi élőben,
Mert úgy jut ez az egész. Igen, hát ott a fény, a hatások, amik ugye érik az embert, ott én szerintem nagyon meg, jó. Meg azt is mondják, jó, hogy persze, hogy lehet, hogy azt is mondják, vagy mondanák, hogy hát ez persze gép dobbal meg van csinálva, aztán kész, tudod. Tehát, hogy aki úgy nem ismert, ja, azért mondom, tehát látni kell, hogy igen, tehát itt ez nem... Szakad rólad a vizajtólod. Az, hogy ellenkezőnök két szép tehetséget, mond rám a Tibit is, meg magamat is, de mi nem vagyunk szépek, de... Igenis, hogy szépek. Mi vagyunk a szépek, de jó. Szilvike, az biztos, hogy le a kalappal előtted, én még ilyen diszkós lány nem láttam meg, valamiért nem csak az, hogy szép, hanem nagyon-nagyon jól csinálod. Az a mozgás tényleg, tehát azt lehet látni, hogy átéled érte, tehát ahogy dolgozol, ahogy csinálod, ott minden mozzanat, mintha meg lenne tervez előre. Tehát azt tudod, hogy nem össze-vissza kapkodsz, mint itt egy Bétót, meg mit tudom, húzgálják össze-vissza, se tudja, mit se súlyzódik a gombokkal, nem. Ez ott finoman, ahogy illik érte, tisztítva a hang. Annyira jól csináljátok, öröm volt nézni. És Tomit is tényleg, tehát folyamatosan kontaktusban volt veletek. Tehát én mindig oldalra néztél, láttak Tomira, ránéztél, Tomi visszanézett, tehát látszott, hogy összedolgoztak. Hogy hát igen, mert ez tök, hogy észrevetted, ez azért van különben, mert ugye tehát nem az van, hogy be van rakva egy USB-ről egy MP3, hanem ez tényleg élőben megy, és ugye tehát muszáj kommunikálnunk, mert van, amikor lehalkul a zene, megáll a zene, amit többnyire ők irányítanak. Tehát ugye ezt tudnom kell. Mert akkor megáll. Így van. Vagy lehalkul, vagy bármi esemény történik, amire nekem reagálni kell, és ezt kitaláltunk egy ilyen... Egy kommunikáljuk a... Kommunikációt közben, és az így tök jól működik. És nagy, de enélkül is megy el már a Tominak most már. Tehát annyira figyeltünk, ugye, és én ezt észrevettem, és ez nagyon jó volt, hogy így összedolgoztok. Nem is gondolná az ember, hogy így össze tud dolgozni egy diszkós és egy dobos. Figyelj, igazából erre azt tudom mondani, amikor legelőször mi találkoztunk, most az nem tudom, pontosan mikor volt, tehát nyilván miután kitaláltuk a Szegellel ezt a dolgot, meg beszéltünk róla, átjöttek a szílék, beszélgettünk, és igazából a hármunk közötti közös, hogy mondjam, összhangkontroll meg volt. Tehát az első találkozás, akkor még nem is zenétünk, csak beszélgettünk. Tehát így tök jó, tehát én is biztos voltam benne, hogy ez működni fog. Ja, nekem könnyű dolgom van, egy napon vannak a fiúk, tehát a fiúk egy napon születtek. Ja, meg az ünnepen is egy nap van a Tibivel, úgyhogy igen. Igen, ja. Igen. Tehát egy jegy, nekem egyszerű velük, úgyhogy fantasztikus. Ja, igen. Nem fogom. És a főnök, milyen a főnök, legalább mondjuk egy-két szót róla, hogy... A pánkról. Igen. Hát... Nagyapátokról. Apánk az ott van, oda teszi magát, vigyázz ránk, helyet ad nekünk. Igen. Nincs mit mondani. Tökéletes. Jó van. Tényleg akkor küldjük ezt a dalt annak a kis csapatnak, aki most a Rút 66 Kultúrás és Művészeti Sport Egyesületnek a irodájában van bent. De természetesen küldjük minden kedves hallgatónak, aki már most megszerette a Szájdámnak a dalát, vagy voltáját, vagy szerzeményét, vagy hogy mondhatnánk ezt? Produktumát. Vagy a szettjét. A szettjét. A szettjét. Ez a legszebb. Megkérjük a hangmérnök kollégát egy kis hang. It's the first thing I feel. Distant voices echo inside my
hallgatók egy kis ízelítőt ebből a fedőből. Hát szerintem tudtak mélegen a kedves hallgatók, akik tényleg zeneszeretők, hogy mondjam, vágyfülűek. Tehát azért ezt le tudják szőrni, hogy micsoda munka ez, akár a diszkos részéről, akár a dobos részéről, tehát ezt így összerakni, ez nagyon együtt van. És én tényleg ezt élőben tudom tanúsítani, hogy hallgattam, és nagyon-nagyon jó volt. De úgy talán jobban tudjuk ajánlani ezt a kedves hallgatóknak, hogyha elmennek a Rút 66 Kulturális Művészeti Sport Egyesület klubházába, vagy a Rút 66 Rock klubba, így mondanám. Pontosabban a második Rákóczi Ferenc 129-es Csepelen van. Úgyhogy még egyszer az időpontot akkor mondjuk be. Február 21-én lesz a következő Pside Run Buli. Igen, hány órától lehet menni már? 10 órától vagyunk nyitott kapukkal, és ez az éjszaka folyamán még a pontos időrendi line-up még nem alakult ki, az éjszaka folyamán valamikor lesz a Pside Run. Jó, ajánljuk akkor azt az oldalt, a közös oldalt az érkezős hallgatóknak. A Dinoxil oldalon Dinoxil. Lehet minden információhoz hozzájutni. Így van, nagyon-nagyon szépen köszönöm, még mindenféleképp meg kell válni természetesen még a csapatvezető is, elugrott a backstage-be, hát el kell, hogy köszönjön ő is, hiszen a hallgatóknál. Ja, értem. Ja, jó, menni kellett neki, bocsánat. Telefonhívás. Jó, elnézést kérünk, kedves hallgatók, a zenekarnak a producere, a menedzsere, az el kellett, hogy menjen, telefon kapott, és ezután is elnézést kérünk, és az ő nevébe is természetesen Szekta. És hát elköszönünk, és lehet üzenni a kedves hallgatóknak, hogy várjátok őket, vagy akár mit, tehát bárkinek, aki segíti a munkátokat, azoknak is megköszönni. Február 21-én találkozunk, és a Strada Rádiónak pedig nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Nagyon szépen köszönjük. Mi köszönjük, hogy eljöttetek, és tényleg sikerült nekünk elsőnek bemutatni ezt a kis csapatot, ezt a kis tímet. Én nagyon, nagyon sok sikert kívánok nektek. Nagyon reméljük, hogy nem utoljára voltatok itt bent. Az én fogom nyüstolni az öcsit, hogyha meg lesz már az anyagotok is, hogy bemutassuk itt egy műsorba, külön csinálunk egy műsort. Én is látom, hogy teljesen pozitív a hozzáállása mindenkinek, és nekem tényleg ez egy nagyon nagy piros pont volt, hogy ott lehettem, és hogy amiket észrevettem, azt itt el is mondtam. És én őszintén fogom elmondani, mert nincs mire fényezni a dolgot. Ti mindig is ilyenek voltatok, szív-lélek emberek, jó zenészek. Jó. Köszönjük szépen. Whitefül, erre mondják azt, hogy Whitefül. Tehát még egyszer nagyon sok sikert kívánok nektek, jó bulikat, és akkor megköszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. A kedves hallgatóknak nagyon-nagyon szépen megköszönöm, hogy velünk voltak ebben a röpke két és fél órában, a ma este folyamán, ugye azért három csapatot hallgattunk meg, három csapattal készítettünk interjút, kezdtük a Blackjack zenekarral Tatabányáról, a Rock Fanatic zenekarral Budapest Cseperről, természetesen a Sidem zenekart pedig lent Budapestről. Fogadtuk itt és készítettünk velük interjút. Hálásom köszönöm tényleg mindenkinek, kedves hallgatók, hogy velünk voltak, ezt az estét velünk együtt eltöltötték. Én azt hiszem, hogy színvonalas kis műsor volt. Csapattunk egy jót oda Írországba és Csárléknak, bemutattuk a zenekarokat. Nagyon szépen megköszönöm a kedves hangmérnök kollégámnak, Frömmer Tibor Frömmikének a munkáját. Megköszönöm Székely Szabolcs igazgatónknak is, hogy ő is átvette egy részben a munkát a hangpulton, és természetesen nekem is besegített ide, hiszen az élő bejelentkezést, ugye telefonos írországi bejelentkezést azt ő intézte. Természetesen ide azért nekem mindig jobb a kontaktus itt az asztalnál, nem a keverőpultnál. Én jobban szeretek szembe lenni a kedves zenész barátokkal. Nagy nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek. Sütörtökön Rockstarok műsor, most sütörtökön, tehát nagyon szeretettel várunk mindenkit a készülékek elé. Egy nagyon jó kis csapat lesz, nem mondom meg, majd a hirdet is kell figyelni, és egy két órás kis műsorba be fogjuk mutatni mind a két zenekart, akik önnek. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok, és egy
Sidram szettel búcsúzunk. Hadd szóljon. Köszönjük. Megyünk hozzá, hogy egyet. Ez az ősít.